6 évtizednyi költészet, 40 év fotózás. Aknai Tibor költő, író világszemléletét mutatta be a Valahol mindig ünnep van címmel ellátott verses est, melynek május 6-án a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Nagy Tétényi Tagkönyvtár adott helyszínt. Magam is könyvtáros voltam, méghozzá, ha jól számolom, 33 évet voltam a Szabó Ervin Könyvtárnak a munkatársa, pont 20 éve, hogy nyugdíjban vagyok. És ez egyik kötődés, a másik az, hogy rengeteg barátom, ismerősöm van, akikkel mindig tartom a kapcsolatot, és hogyha ők abban a szerencsében részesítenek, hogy meghívnak magukhoz, akár kiállítani, akár más egyéb tevékenység céljában, annak én nagy örömmel tudok eleget tenni. Az utolsó három verses kötetemnek, de úgy is mondhatnám, hogy az eddigi három verses kötetemnek, mert ez a három, a egyéb könyveim azok nem versek, hanem szép prózai alkotások. Annak az anyagából Cserna Csaba készítette egy válogatást. Az életnek vannak úgynevezett nagy kérdései, tehát ugye az ember leél nem tudom hány évtizedet, azért kezd komolyan gondolkozni, hogy miért van és hogyan van, de ugyanakkor érdekelnek az egészen kis, majdnem úgy mondom, hogy semmiségek, tehát a természetnek a jelenségei. A felolvasó esten az író egy másik oldala is megmutatkozott fotók formájában. A korábban már több helyszínen, köztük a Városmajorban is kiállított Városszövet című fotósorozat fekete-fehér kompozícióival és a fény kiemelésével igyekszik hangsúlyossá tenni a környezet és a terek mienségét. Vers meg a fotó mindenképpen arról szól, hogy a világról alkotok egy képet. Tehát ugye a fotó az úgy készül, hogy van előttem egy kereső, és akkor amit látok a keresőbe, azon belül van az én saját világom, mert azzal, hogy az eredeti helyéről a valóságot én kiemelem, átemelem egy másik valóságba, az egy teljesen másik képet teremtek, tehát az teljesen más dolog. Megszűnnek azok a kapcsolatok, amik addig voltak neki. És a versben is ugyanaz van, hogy az a vers szerintem, amelyik megpróbálja megmagyarázni, hogy mondok egy példát, hogy ez az erdő olyan, mint stb. Stb. Azzal elvesztem a versnek pont a legfontosabb dolgát, hogy saját maga legyen. Tehát nem olyan ami, hanem az. Én nagyon sokszor úgy írtam régebbi dolgaimat is, hogy olyan mondták, de ez olyan, mint egy fotó. Mondom azért, mert látom, amit leírok. Amikor fotózom, akkor az vagyok, akkor fotós vagyok. Amikor verset írjuk, akkor megköltő. A fotókiállítás megtekinthető június 21-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.